Köszöntöm nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Székely Magazin című műsorunkat látják, a következő témákkal készültünk. Kolbász, friss levegő, pálinka, jó hangulat. Ez mind a 11. Csíkszentmiklósi Kolbászszöltőfesztivál. Disznóvágás. A székely hagyományokat őrzik Tevelen. A 11. Csíkszentmiklósi Kolbászszöltőfesztiválon jártunk. A hideg ellenére is rendkívül vidáman telt ez a szombat. 4 országból érkeztek nevezők, melyek mind egy nemzetet képviseltek, és egy nyelvet beszéltek, a magyart. András Róbert, a fesztivál szervezője paprikásan, kicsit pikánsan szereti a kolbászt. Először, ha jól emlékszem, vissza 9 csapattal indultunk. Volt már több csapat is, mint most. Most 27 csapatunk van. Volt már 33-34, viszont nagyon sok a látogatónk. Tehát most a látogatóink száma nőtt, tehát még nem volt, hogy ilyen sok ember legyen ilyen reggel itt ezen a futballpályán, ahol van a rendezvény. Vannak a Szlovákiából is van csapatunk, a Magyarországról nagyon sok csapatunk van, azt hiszem 7 vagy 8 csapatunk van, ha jól emlékszem. Vissza, és a többiek pedig Romániából, minden szögletéből. Viszont az ide látogatók is, tehát nagyon messziről vannak látogatóink. Az ország északi feléről, Bukarest környékéről, tehát hogy sokan ellátogatnak, hála Istennek hozzánk. Jól meg kell gyúrni, és finoman kell megsütni. Ezt is pontozzuk a csapatoknál, tehát nem csak a gyúrás van pontozva nálunk, hanem az is, hogy hogyan van megsütve. Tolna vármegyéből több mint 30-an érkeztek, Szekszárdot pedig egy csapat képviselte. Szekszárdról jöttünk. Így, hogy mi is sütünk, ez az első alkalom, egyébként már 5. vagyunk itt. Nagyon jól érezzük magunkat, köszönjük, hogy itt lehetünk, jövünk jövőre is. A szekszári csapat rövidített nevének jelentését a Csíkszentmiklósi focipályán nem sikerült kiderítenünk. A csapatunk neve Szekszárdi NSB. A Felvidékről érkezett Viktória és csapata nagyon felkészülten érkeztek a versenyre. A Felvidékről Búcsról érkeztünk. És ez az első alkalom? Nekem igen. Csapatnak már 6.-7. alkalom, hogy itt vannak. Hogy érzed magad? Eddig nagyon jó, nagyon sokan vannak szerencsére, az idő is. Hát hideg, de úgy, ahogy azért lehet bírni, elég tűrhető. Szereted a kolbászt? Persze, igen. És neked milyen a jó kolbászt? Én igazából szeretem a pikánsat is, és a csemegét is, tehát nekem az az igazi, amit otthon készítünk, amit otthon így a szüleimtől is tanultam, meg láthattam, nekem az a legjobb, az az igazi. Én a zsűribe vagyok most már idestől a 11. éve, az elsőtől kezdve itt vagyunk, és én Gyuláról érkeztem, úgyhogy egy ottani húsipari cégnek vagyok a vezetője. A kolbászokért felelős, tehát a kolbászok nem esnek távol tőlem, úgyhogy. Én nagyon szeretünk egyébként ide járni, mert borzasztóan jó ötleteket találunk. Itt az emberek nagyon szorgalmasak, nagyon szépen kikészítik az ételekhez a húsokat, szépen elkészítik, jó a fűszerezése neki, és mindig találunk valami olyan érdekes dolgot, amit lehet, hogy majd egyszer fel fogjuk használni ezeket a fűszerkeverékeket, mert nagyon szépen dolgoznak az emberek. A jó kolbász az mindig, tehát rossz kolbász nincsen, ott kezdjük, ugye? Hiszen mindenkinek van egy ízlésvilága, az lehet, hogy nekem éppen nem fog ízleni, de viszont úgy kell elfogadjam, hogy az ő ízlésviláguk. És ugye hát, ha ismerjük a kolbászoknak a fűszerezését, illetve a tájjellegű fűszerezéseket, ugye akár Magyarországon is, hogy 20-30 féle tájegységet különböztetünk meg, ahol mindenhol más és más a kolbásznak az összetétel, a fűszerezése. Úgyhogy hát igazából az a jó kolbász, ami jól esik. Tehát az első falatnál, amikor kellemesen esik, ugyanis tehát bennünk emberekben van egy elvárás a kolbászra, hogy az legyen fokhagymás, legyen zsíros, legyen fűszeres, de van, aki ezt nem szereti, illetve nem, hogy nem szereti, hanem valószínű az ősöktől kezdve alakult ki ez a fűszerezés. Tehát tiszteletbe kell tartsuk azt is, hogy valakinek a féltett kincse ez a recept, és lehet, hogy nekik ez a legfinomabb. Tehát nekünk nincsen olyan rossz kolbász, nekünk mindent meg fogjuk kóstolni, és én szerintem mindenki el fogja dönteni saját magába, a zsűri is el fogja dönteni, melyik az. Ugye azt szoktuk mondani mindig egy termékre is, ha bemenjünk a boltba, és szeretnénk vásárolni, egy kicsikét nézzünk szét, és amelyik ránk fog mosolyogni, azt kell megvenni. A Tolna vármegyei motorosok csapata is készített kolbászt. Azt mondták, a hideg hússal nehezebben lehet dolgozni. Azon ide jöttünk, láttuk, hogy ott daráltatnak, és akkor nekiálltunk. Egy az, hogy hűvös van, így kimelegszünk. Mondjuk eddig csak nekem van belegem, de remélem a barátaimnak is az lesz.
Aztán ennyi nagyjából, azt csináljuk, tesszük a dolgunkat. Benedek Árpád zsűritagot is megszólítottuk, aki egyébként Gyergyó Szent Miklósi szakács. Volt szerencsém már az első rendezvényen is jelen lenni, úgyhogy annak már 11. alkalommal, úgyhogy nagy szeretettel jövünk, hogyha hívnak bennünket, úgyhogy élvezet itt lenni. A jó kolbász az mindig illatos, ízletes, zamatos és élvezettel lehet fogyasztani. Nálunk nem ennyire paprikások a kolbászok, tehát inkább egy fokhagymásabb, borsos ízvilágban megy el, de most már kezdett jellemző lenni, hogy ugye új ízeket viszünk mi is be a kolbászkészítés alkalmával, úgyhogy már belecsempészünk egy kis köményt, egy kis fűszerpaprikát is, úgyhogy, de csak módjával. A szervezők egy igazi látványossággal is készültek a különféle szórakoztató programok mellett. Parázson grillezték meg a nap leghosszabb kolbászát, mely 150 méter hosszú volt. A 13-as sátorban a Tolnavár megyei motorosoknál is rendületlenül zajlott a munka. Haladunk, társasággal együtt elég jó támogatásunk van, és a töltés, az hát ledaráljuk szépen, egy része le lett darálva, mert elég lassan ment a hús hideg, és lassan ment a darálás. Ezt ledaráljuk szépen, és akkor nekiállunk fűszerezni. Beszélnék a fűszerezésről, de inkább nem, mert azért titkos. Én Pécs, egész pontosan Hollandiából, mert ott élünk, és Zoltánnak köszönhetően itt vagyunk ezen a rendezvényen, de valószínűleg jövőre is itt leszünk, mert jó. A zsűrizésnél nem csak a kolbász minőségét és sütési módját értékelték, hanem a higiéniát, az esztétikumot és egyéb szempontokat is. A bogyiszlói paprika okkal keltette fel a zsűritagok érdeklődését. Csíkszentmiklós friss levegő, kolbász, pálinka, mámor. Kell lennél több a vidám hangulathoz? Nézd meg, milyen ügyesen csinálja. Azt neked kéne csinálni. Estére én is odaadom neked, ha kell. Látom, hogy te nagyon tudod ezt. Gyere, Imike! Oda-vissza tudom húzgálni neked. A Szekszárdiak 12-es sátránál volt a legnagyobb a sor, ugyanis a csípős kolbász volt a legkelendőbb a rendezvényen. Üdvözlöm Önöket, köszönöm szépen a megszólás lehetőséget, Pujú János vagyok. A Békésvár megyei közgyűlés képviselőjeként és küldötteként veszek részt ezen a fesztiválon. Nagyon megtisztelő, hogy már másodjára tehetem, és megjeleníthetjük itt a magyar csikós viseletet. Én egy hortobágyi viseletbe, a feleségem egy kékfestős viseletbe érkezett. Bízunk benne, hogy tudunk egy pici színt vinni ebbe a csodálatos forgatagba, és hisszük, hogy ez a fajta gasztronómiai élmény még inkább összehozza a magyarságot. Pál Ádám, a Gyergyószárhegyi önkéntes tűzoltó megosztotta a Tolnatáj TV nézővel gondolatait a pálinkáról. Van a vicc, hogy rossz pálinkát hívott egy bácsi. Igen, milyen volt? Jó volt. Délutánra elkészültek a zsűrizendő kolbászok is. A szekszárdi NSB kétféle kolbásszal is készült, egy paprikás csemegével és egy csípőssel. Volt olyan csapat, akinek nem sikerült jól a kolbászsütés. A zsűrinek nem volt egyszerű feladata, ugyanis közel 30 csapat finomságait kóstolták végig. Felemelő érzés volt látni, hogy 4 országból érkeztek kolbászt tölteni, mindannyian egy nyelvet beszélnek és egy nemzetet képviselnek, a magyart. Székely disznóvágást rendeztek Tevelen. A helyiek már 6. alkalommal tartották meg az eseményt. Az alkalomra svábokat is meghívtak. A hagyományokhoz híven idén is megtartotta a Teveli Székely Kör a székely disznóvágást. Erős Pál, a szervezet elnöke azt mondta, a szervezők célja a hagyományok felidézése, megőrzése. Mind maga a tevékenységébe, hogy hogyan végezték, hogyan csináltak ezt a munkát, illetve szeretnénk a gasztronómiába is a hagyományos ízeket bemutatni, hagyományos ételeinket elkészíteni a disznóvágás alkalmával. Ugye itt láthattuk, ugye szalmával pörzsöltek a székelyek, utána hagyományosan boncasztalon szedjük szét, majd az egyéb ételek elkészítésén, tehát a hagyományos rántott hús, ami nem keverendő a bécsi szelettel a székelyeknél, hanem tarjában készült zsírjára lesült hús, azért mondják, hogy megrántódott a zsírba. Rántott hús, tiszteletben tartjuk, mert itt van a német csoport is, közösen vagyunk disznóvágáson, ők elkészítik a hagyományos szaurász, ilyen savankás pörkölt, nagyon finom ételüket, sült máj,
sültvér, ezek a reggelik. Bukovinában nagy mennyiségű őrölt paprika nem volt, ezért átalakult a székely kolbász és a szalámi készítése. A helyi németektől, az itt élő sváboktól vettük át, és az ő általuk elkészített szalámik nagyon megtetszettek, és az ő receptjüket szinte azokat használjuk. Na most azt az meg lehet említeni, hogy valamilyen szalámink nekünk is volt, valamikor én emlékszem gyerekkorában, ami sóval és borssal ízesítették, de ez a paprikás szalámi ez azért elnyomta. Na most itt mindenki természetesen szájízre fűszerez. Most a kolbásztöltőt nem úgy csináljuk, hogy egy böllér fogja kolbászokat megtölteni, hanem csapatokat hozunk létre, és minden kis csapat a saját ízlése szerint fűszerezi. Mindenki kap egy 4-5 kg húst, és azt fogja elkészíteni. Egy picit meg is versenyeztetjük, tehát létrehoztunk egy zsűrit, és ez alapján majd meglátjuk, hogy kinek siker a legjobban, a legfinomabb kolbász. A teveli székelykör 1989-ben alakult. Alapvető tevékenysége a hagyományőrzés, hát ezen belül a legerősebb tevékenységünk a népdal éneklés, ez a fő tevékenységünk, ahogy mondhatom. Ennek van egy jelenleg 18 fős énekkara, sajnos múlik az idő és egyre öregszik az énekkar. Ez mellett másodlagos tevékenységünk a egyéb népszokások felemelítése, megőrzése, átadása, tehát így szoktuk megünnepelni a húshagyó keddet, a csobányolást, a karácsonyi népszokásokat, ezeket az eseményeket. Ugyanúgy időközönként, ha születendő annyi gyermekünk, el szoktunk menni ilyen. Hát mi azt mondjuk, hogy Radinába, Keresztelőre, az is egy hagyományos, egy speciális eset. Tehát ezek a népszokások felemelítése. Ez mellett végzünk egy úgymond letelepedésből adódóan iratgyűjtési tendenciát, ahol a hazatérőket, honosítási okiratokat próbáljuk fölgyűjteni, és ezeket megőrizni az utókornak. És ugyanilyen elég erős tevékenységünk a népviseletünk bemutatása, ami már egyre nehezebb, ezeket úgy oldjuk meg, hogy több mint 50 darab babánk van népviseletbe beöltöztetve, ezek megfelelően a kornak, tevékenységnek időben, tehát ünneplő vagy hétköznapi ruhákat így mutatjuk be egy kiállítás formájában, ami állandó kiállítás itt a termünkbe. Ján Ernő a közösségépítés erejét emelte ki. Nagyon jó a társaság, és hát, nagyon sokan vannak, akik még nem láttak ilyen, nem láttak disznóvágást, nem tudják, hogy hogy van a disznópörzsölés, az nagyon sok fiatal van, és ez ugye most lehetőséget ad, hogy megismerik a disznóvágást, és a csoport összejön, a két csoport, és nekünk ez nagyon nagy élmény, hogy együtt lehetünk, együtt tudunk dolgozni, együtt tudunk mulatni. Este jön a vacsora, közös éneklés, és nagyon boldogok lehetünk, hogy itt lehetünk. A sváb és a székely disznóvágási szokások kismértékben eltérnek egymástól. A régen nálunk is úgy volt, hogy szalmán megpörzsöltük, és mi rénfán szoktuk szétszedni. A székelyeknél meg úgy volt, hogy leakasztottak egy csűrajtót, és akkor a földön szokták pörzsölés után ők is szét szokták szedni. Nálunk még a tölteléknél még annyi, hogy mondjuk én fogok csinálni krumplis kolbász. A sváboknál volt, ugye spórolás miatt már szegények voltak, higítjuk a tölteléket még krumplival. És még szoktunk káposztást is csinálni, káposztás kolbász is. A két csoport annyira összenőtt, már szinte az én feleségem is székely, hogy sok különbség már nincsen. Egyformán csinálunk már mind. Egyedül ez a krumplis kolbász, amit a svábok csinálnak. Mondjuk én perpillanatén még minden évben vágok és csinálok is krumplis kolbászt. Fazekas Attila, Tevel polgármestere kiemelte, a településen nagy jelentősége van a disznóvágásnak. A közösség a lényeg, tehát igazándiból, tehát úgy gondolom, hogy egy kis település akkor tud megmaradni a mai világban, hogyha összefognak az emberek, és nem csak a népcsoportok, hanem a népcsoporton belül is, tehát muszáj összefogással, barátsággal lenni, hiszen akkor tudunk egy egységet alkotni, és ez nagyon fontos mindig. Jelentősége nem kisebb, de nagyon kevesen vágnak már a mai világban sertést. Ennek több összetevője van, tehát a mai fiatal generáció az már ezt a fajta munkát, vagy ezt a fajta dolgot munkának veszi, és ez miatt sem szeretné, illetve hát a táplálkozási szokások is átalakultak, tehát kevesen szeretik mondjuk a sertésből készült véresurka, májasurka, mindenféle disznóságot, inkább ugye a baromfi, vagy pedig a készételek fele tendál a konyha világa,
és ahogy kihalnak, vagy fogynak az öregek, vagy fáradnak, és nem tudják, így szép lassan ez a hagyomány is egyre jobban háttérbe fog szorulni, meg már szorul is. A szervezők 2025-ben is megtartják a teveli székely disznóvágást. Kedves nézőink, önök a Tolnatáj TV Székely magazinját látták, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!